Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 21-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ez a mágikus arra utal, hogy ő magabiztos. Tudja, hogy azt, amit ő tervez, meg tud valósítani. Egy önbizalom, egy mágikus kisugárzás és egy mágikus vonzalom. A második kérdés pedig az, milyenek az ő érzelmei, tehát bepillantunk az ő érzelmi világába. Ő most nagyon-nagyon magabiztos. Tudja, hogy mit akar, és pontosan úgy érzi magát. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép adja meg rá a választ. Ezek a szimbólumok mutatják a négy elemet. A tűz elemét, a víz elemét, a levegő elemét és a föld elemét. Nem csak azt, hanem a tavaszt, őszt, nyárat és telet. Összefoglalva az évet. Ő elmondja nektek, hogy ő mit tervez a következő évben. Ez a kép mind a négy irányba mutat, északra, délre, nyugatra és keletre, egy nagy utazás. Tehát az is lehet, hogy ő beszél egy utazásról, és beszél a terveiről. A napi energiáját ez a virág mutatja. Ez egy kellemes meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás jele. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!